Now I'm going home to Budapest for the weekend, and I wanted to do like a come with me for a weekend to Hungary. I'm sorry, I was running, I'm late, I'm very tired, but let's hope that everything will go as I expected. And after that, actually, I have to catch the very, very last train. So I really, really hope that nothing is going to happen, because then I am in trouble. Sikerült a vonattal hazajönni, a sebessel, nem volt semmi gond. 1:42-re pontosan beért. És most a spongyabobos köntösen van rajtam, mivel nagyon szexi vagyok, a hajam vizes, mert az év fülöttem, és reggelizni készülök. A reggelim az nem valami nagy fitness reggel lesz most, igazi magyaros. Ez hurka, kolbász, mustárral és tormával. És csináltam egy zöld teát. Savanyú káposztát, ezzel fogom savanyítani, ízesíteni. Aztán még felöntöm vízzel, és fedő alatt nagyon lassú tűzön, puhára főzöm. Kijöttem a kertbe, de nagyon-nagyon süt a nap, ugye anya? Gyönyörű időnk van, és fú, kellett volna egy napszemüveg, de hát ott hagytam Nürnbergben. Ah, outfit of the day, nagyon szexi vagyok, ilyen mackó nadrág, pontosan ez ilyen otthoni outfit. Utána meg majd megyünk ki biciklivel a temetőbe mamámhoz. Micsoda az? Szerinted? Megnézzük. Júj, eper! Van Jolánka! Szia, Jolán! Pani! Ja, jön már a kis fekér kutyuska! Nagyon élvezi az új füvet, látjuk. Egészségedre, drágám! A biciklizés után elmentünk papámhoz. És régi képeket nézegettünk. Pontosan, és kaptunk egy hatalmas nagy tököt. Úristen, az lesz a mai esti vacsora. És most már autóban ülünk, ezért rászkodik egy picit. És megyünk a fórumba bevásárolni egy picit anyával. És anya vezet, hálója nem én, mert akkor lehet nem érnénk oda. És sikeres útunk volt, mert vettem egy ruhát, egy gyönyörű szép ruhát, vettünk egy szoknyát, meg egy fehér nemű szettet. Megkentem alul olívaolajjal azért, hogy ne ragadjon hozzám. Most szépen felszeletelem, meghámozom, aztán majd mindegyiknek picit megcsurgatom a tetejét mézzel, és meghintem fahéjjal, őrölt fahéjjal, és úgy fogom megsütni. Vasárnap, 8 órát aludtam, és aztán mégis úgy néz ki, mintha bőröndöket cipelnék alatta. Nem fogják felengedni a kézi fogyászkét, hallod, anya? Mekkora poén, na mindegy. A lényeg, hogy megyek futni, mint tegnap, 5 kilométert, az elég. Csak hogy csinálják valamit, mert sok. Kettő fok van. Igen. Kicsit hideg van. Kertben termett paprikával készült lecsó lesz a reggeli. Más pongyavós köntös rajtam van. Ez az ilyen standard outfit nálam otthon.
például most ezt olyan 130 és 150 fok között sütöm 2 órán keresztül, azaz 120 perc. Vagy be a palacsintát, én meg kifogom sőt. Közben még a névnapomra megkaptam húgomtól az ajándékot, mert hát persze nem voltam itthon, hisz a videót is Németországba csináltam, és kaptam tőle egy ilyen Makeup Revolution The One Blush Stick. Kaptam tőle egy rúzs, Live and Love Intense Red Generation, és még egy Welcome to Pleasure Dome. Nagyon tetszik nekem ez a borító itt ezzel a fűzővel. És Liba szárnya. Az ebédet. Szerintem pihennek egy kicsit, mert persze még előttem nagy út vár, hisz még először fel kell mennem Pestre, barátnőmék elvisznek kocsiban, utána meg persze még el kell mennem Nürnbergbe és még onnan haza, és valamilyen fél egyre fogok hazajönni, szóval elég késő lesz. Mm-hmm.